először is szeretnék gratulálni a győzelemhez. 24-22-re győzettek a Beves. Hogyan értékeli talán? Köszönjük szépen először is. Már nehéz mérkőzés volt, ugye első mérkőzésünk a Ferencvárosnál volt, és nagyon kikaptunk, egy kicsit éreztem a csapaton, hogy elbizonytalanodtunk, ez problémát jelentett. A Fehérvár pedig egy nagyon jó mérkőzésből jött, tehát ők pozitív töltettel, még kicsit bizonytalanul, ez látszódott is a mérkőzésen, ez főleg lámadásban látszódott, nem éreztem azt a lazaságot, amit elvárnék, azokat a kis könnyedebb megoldásokat. Viszont ellenben a védelmünk, tehát a csapat szellem, a küzdeni akarásot meg megjelent, ez nagyon jó védekeztünk, jó volt a kapus teljesítmény mögötte, tehát ennek köszönhetjük a sikert, hogy hátul stabilak voltunk, összességben jól megérdemelten végigvezettünk. Voltak időperiódusok, amikor elléphettünk volna még jobban, és akkor nyugodtabb mérkőzés. Hát ez a klasszikus, az első mérkőzés, kinkeserves, de mondtam évelején, hogy 10 azonos képességű csapat van, tehát összes mérkőzés ilyen lesz. Ferencváros ellen Gorilka megsérült, mennyire volt nehéz őt pótolni, illetve milyen súlyos a sérülés? Hát bízunk benne, hogy megúszszuk egy két hónapos időtartamba, és akkor vissza tud jönni. Igen, alternatív megoldásokat kellett kitalálni, ugye a Bari Frugi jól dolgozott, meg jó erőállapotban van, végig tudta nyomni a mérkőzést. Vannak megoldási lehetőségeink, most ezt az időszakot azzal át kell hidalni valahogy, de azért vagyunk ennyien, meg azért vagyunk egy csapat, majd valaki kisegíti, és akkor megpróbáljuk megoldani ezt az időszakot, amíg nincsen. A Vác ellen a Fehérvár 32 gólt lőtt, mi ma csak 22-t. Hogyan sikerült a Fehérvár ellen ilyen jól védekezni, mik voltak a kulcs elemek? Nyilván minden csapatnak megvan a játékrendszer, megvannak a kulcsjátékos, azokat én úgy gondolom, hogy jól olvastuk, jól semlegesítettük, de mint mondom, minden mérkőzés más és más, nem lehet ezt előre borítékolni. Itt pontokért mennek a mérkőzések, és nem lehet, hogy lehet, hogy 20-19-re nyer egy csapat, azért is jár két pont, meg a 40-39-ért is. Ez most egy... nem volt túl magas színvonalú mérkőzés, de küzdelmes, ami a védelemben jelent meg a Fehérvár oldalán is, a mi oldalunkon is. Örülünk a sikernek, mert nagyon fontos két pont, aztán tesszük tovább a dolgunkat. A nyáron nagy alakuláson ment át a Budaörs. Mennyire volt nehezebb ez a nyári felkészülés, mint a korábbi évek, hiszen korábban általában csak 2-3 játékos változott, most viszont 7-8. Igen, ez mindig nehéz, tehát most mit mondjak erre? Ide jön egy külföldi edző, sztáredző, azt mondja, hogy 2-3 évet kér, mire kiépíti a saját csapatát. Hát nekem nincs 2-3 évem, mert nekem nem adnak annyit. Volt 5-6 hetem, hogy ezt összerakjam, egyelőre ennyire sikerült. Nyilván minden hét az úgymond egy ajándék, főleg egy győzelem után. Dolgozunk tovább, és igyekszünk mindenkit beépíteni, megtalálni a helyét, de nyilván nyomás alatt kell teljesíteni, tehát nincs arra lehetőség, hogy most én ajándékjátékperceket osztogassak ilyen mérkőzéseken, ahol egy labdán múlik a győzelmünk. Most ez így volt, következő mérkőzés, vagy kihoz egy másik hőst, bízom benne. Addig pedig tesszük a dolgunkat, hogy mindenki jól érezze magát és megtalálja a helyét a csapatban. Nagyon szépen köszönöm és nagyon gratulálok és tovább is sok. Köszi, szia! Gratulálok a győzelemhez, hogyan értékeled a találkozót? Először is köszönjük szépen. Hát egy nagyon küzdős meccs volt, úgy gondolom mind a két csapat vértizzadott. Nagyon sokat készültünk erre a találkozóra. A Vác meccsből kiindulva tudtuk, hogy a Fehérvár egy nagyon küzdős hajtós csapat, akik védekezésben szét fognak minket marcangolni, ami így is volt, de megtaláltuk a pajzsonörést, és tudtunk könnyű zicsergólokat lőni a pajzson kívül. Múlt héten a Fehérvár magabiztosan győzött a Vác ellen. Abból a meccsből milyen tanulságokat tudtatok levonni, ami miatt ma aránylag magabiztosan szinte végigvezetve tudtatok győzni? Először is tudtuk, hogy a beállósaikra nagyon oda kell figyelni, mert sokat zárnak és sok labdát kapnak. Azon kívül meg még arra, azt is észrevettük a Fehérvárnál, hogy a szélsők sokat besegítenek, és sokat kell nekem meg a Nadának passzolni szélre. Ez így is sikerült, és hála Isten jól ismert mind a kettőnknek, úgyhogy hála Isten a végéig tudtuk tartani az előnyt az elejétől kezdve. A 28. percben szálltál be, és azonnal dobtál az első támadásból. Hogyan értékeled a saját teljesítményedet?
Hát kell tudni, előző héten még nem játszottam az első bajnokin egy betegség miatt. Apukám Kínából hazahozott egy vírust a világbajnokságból, de már hála Isten jól vagyok. Úgyhogy hatalmas vérszemmel álltam neki a meccsnek, hogy nekem ez az első mérkőzésem, és meg szerettem volna szerezni az idény első góljaimat. A nyáron a junior világbajnokságon vettél részt, ahol nagyon jól sikerült ez a világverseny mind neked, mind a csapat számára. Onnan milyen tanulságokat tudtál levonni? Hát így utólag szépen csillog ez az üstérem is. Nagyon motiváltan tértünk vissza a Júlcsival itt a Budaörsre. Nagyon szép korszak volt, de sajnos lezárult. Ugyanúgy tartjuk a lányokkal a kapcsolatot. Érdekes lesz, hogy szabad lesz a jövő nyarunk. Úgyhogy most már csak a felnőtt válogatottra kell koncentrálni. Jövő héten a Vác ellen játszotok. Ott mi a célotok, mivel tavaly sikerült egy győzelmet aratni ellenük? Igen. Hát megpróbáljuk felvenni a harcot. Igaz, tavaly itthon hazai pályán nyertünk ellenük, de most megpróbáljuk Vácon is elhozni a két pontot. Mennyire volt nehéz a felkészülés? Szinte az egész csapat kicserélődött. Sokkal több taktikai munka volt, mint más nyarakon, amikor itt voltál már Budaörsön? Igen, az utóbbi pár évben inkább a fizikai munkára mentünk rá, és most a taktikaira kellett inkább rámenni, mert ugye 8 új játékosunk van nagy részben a belső poszton, de úgy gondolom, hogy jól összecsiszolódott a csapat. Sok fiatalunk van, ezáltal gyorsult a játékunk, úgyhogy szerintem jók leszünk. Nagyon gratulálok, és további sok sikert. Hogyan értékeled a találkozót? Nem volt egy túl színvonalas mérkőzés, úgy gondolom, mindkét csapat sokat hibázott. Nekünk is voltak hullámvölgyeink, inkább lent voltunk ezen a mérkőzésen, mint fent. A második fél időben volt egy pont, amikor úgy éreztem, hogy talán meg tudjuk fordítani a mérkőzést, de sajnos ott nem tudtuk átlépni a saját árnyékunkat, és ezután mindig csak szaladtunk az eredmény után, és sajnos nem tudtuk a Budaörsnek a rutinos játékát felülmúlni. Te remekül játszottál, 3 labdaszerzés mellett 6 gólt lőttél, mennyire volt nehéz a tavalyi csapattársad eszén túljárni? Nyilván ez ilyenkor mindig egy kicsit különleges és másabb. Próbáltam én is megfordítani, hogy ők mire gondolhatnak, hogy én mit csinálok. De természetesen ugye azért a Budaörsnél is voltak újak, szóval nem mindenki ismert engem 100%-osan. Nyilván ez egy különleges érzés. Örültem volna, hogy sikerül megszerezni a 2 pontot, de most így sikerült. Múlt héten győzelemmel tértél vissza a Fehérvár színeibe, ott nagyon magabiztos játékkal vertétek 6 góllal a Vácot. Az a találkozó milyen volt, és mi változott ahhoz képest a mai meccsre? A Vác ellen az első fél időben nem úgy sikerült, szerintem, hogy szerettük volna, még kicsit görcsösek voltunk és izgultunk. A második fél időben viszont egy nagyon jó játékot mutattunk, a védelmünk kiváló volt, valamint abból könnyű lerohanás gólokat tudtunk szerezni. Ezen a meccsen úgy gondolom, hogy a védelemben is voltak problémáink, és könnyű lerohanás gólokat sem tudtunk szerezni. Mutatás ugye az eredmény, hogy összesen csak 22 gólt sikerült lőnünk, ami nem túl sok ebben a mai kézilabdában. Úgy gondolom, hogy a kapott góljaink száma az nem túl sok, most a lőtt góljaink számát kellett volna még kicsit növelnünk.